Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket a Készenléti Rendőrség pécsi székhelyű 11. határvadász bevetési osztály és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda második bűnüldözési osztály elhelyezésére szolgáló épületegyüttes ünnepélyes átadásán. Tisztelt Főkapitány úr! Jelentem a Készenléti Rendőrség új pécsi objektuma az előirányzott költségkeretből, kiváló minőségben és határidőre elkészült. Jelen állapotában biztosítja a jogszabályi és előjárói elvárásoknak megfelelő munka és lakhatási feltételeket. Ezért átvételét és használatbarátságát javaslom. Én biztos vagyok abban, hogy az itt szolgáló rendőrök nem csak munkára, hanem többségében otthonra is lehetek Baranya megyében és Pécsett, hiszen az is szándékunk volt az elhelyezési körlet jelen formában történő kialakítása során, hogy lehetőséget biztosítsunk az ország más részén élő kollégáknak arra, hogy itt megvessék a lábukat, családot alapítsanak, jövőt kezdjenek el, egy új jövőt maguknak. És természetesen szolgálják nem csak a határvédelmet, hanem szűkebb értelembe vett Baranya megye közbiztonságát is. Természetesen köszönöm kollégáimnak az eddig elvégzett munkát, a jövőhöz pedig sok sikert, és ahogy mi szoktuk mondani, jó erőt, egészséget kívánok. Köszönöm a figyelmet.